A Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában is megtartották a Pöttöl fogadót, ahol a szeptemberben érkezett gyermekek óvodássá fogadására került sor. Posztósné Kovács Éva tagóvoda vezetőtől megtudtuk, hogy a napot két részre osztották. Reggel 2 órát biztosítottak arra, hogy a gyermekek szülei betekinthessenek az óvodai életbe. És ennek a rendezvénynek egyik momentuma az, hogy a szülő és a gyermek együtt játszhasson, a gyermek megmutathassa a szülőnek a csoportszobáját, kipróbálhassák együtt az itteni játékokat. Igazából ilyenkor a gyermek mutatja meg a saját óvodai világát a szülőnek. És ennek mi nagyon örültünk, hogy az idén ezt meg tudtuk valósítani. 4 kis óvodásunk érkezett szeptemberben hozzánk, ők 3 évesek, és a 2 csoportunkban 2-2 gyermek érkezett. Mindkét csoportban tartottak az óvoda pedagógusok kreatív és mozgásos foglalkozást az óvodásokkal, ahol a szülők láthatták gyermekeiket játék és tanulás, tök faragás közben. Ezt követően kezdődött a Pöttöl fogadó, ahol is néptánccal és egy mesével kedveskedtek a nagyobb óvisok a kicsiknek. A mai nap programja, miután a szülőkkel kijátszották magukat a gyerekek, és különböző dolgok készültek a csoportokban, nálunk például egy tök lámpás is ma faragták ki a gyerekek az óvodapedagógussal együtt. 10 órakor találkozik a két csoport, és akkor fogjuk egy műsorral színesített kicsik befogadó rendezvényét megtartani. Kapun fognak átbújni a kicsikék, versekkel, dalokkal fogjuk őket köszönteni, és hát az évszakra való tekintettel, meg az őszre való tekintettel a hagyományápolásnak is nagy hangsúlyt adunk, ezért szüreti népi játékokat fogunk játszani. Különböző mondókákat sorolunk el együtt a gyerekekkel. Ezután kimegyünk majd a teraszra, és szőlőt fogunk préselni. Majd tököt fogunk hurcolni talicskában. És ha még mindig lesz rá energiája a gyerekeknek, akkor még kukoricát is morzsolunk. A répa meséjének lejátszása után körjátékokat játszottak, majd egy jelképes kapun pedig átléptek az újonnan érkezett gyermekek, majd megkapták óvónéniüktől a jelüket, és ezáltal már valóban takácsos óvisok lettek. A kis csoportosaink már beszoktak, viszont ez az első alkalom, amikor a szülő és a gyermek együtt van a teremben. És a gyermekek viselkedését ez egy kicsit megbolygatja. Tehát ilyenkor az anyához való ragaszkodás az erősebb, mint a csoporthoz való ragaszkodás, de ennek mi örülünk igazából, mert ez a gyermek akkor egy olyan szerető légkörből érkezik, hogy a család az nagyon fontos szerepet tölt be az ő életében. Bízunk abban, hogy így folytathatjuk ezt a nevelési évet, és a tervezett és a hagyomány szerint működő rendezvényeinket valóban meg is tudjuk tartani. Ezt követően az udvaron szüreti foglalkozás kezdődött, ahol volt mustkóstolás, sok játék, és közben az őszről, a szüretről, a hagyományokról is beszélgettek a kicsikkel a szakemberek.